Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Például, gondold el azt a helyzetet, hogy te benne vagy egy párkapcsolatban, és mindig úgy érzed, hogy ő eltitkol előled valamit, vagy úgy gondolod, hogy valaki befolyásolja őt, de ő erről nem beszél. És pontosan ezt a helyzetet vizsgáljuk meg ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, esetleg egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Itt középen van ez a kártya. És azt fogja mutatni, hogy ki befolyásolja őt. Itt a kígyó látható. A kígyó mindig szimbolizál egy nőt. Tehát egy nő befolyásolja őt. Jót akar, vagy rosszat akar? Azt majd a kártyák mutatják. Ki ez a nő? Ez lehet az anyukája, lehet a testvére, lehet egy barátnő, lehet a volt társnője, de lehet egy kolléganő is. Még nem tudjuk, hogy ki ez a nő, de az biztos, hogy egy nő befolyásolja őt. És mit akar ez a nő? Hogyan befolyásolja őt? Azt itt fogjuk látni bal oldalon, és hogy ő hogy közli ezt veled, hogy viszonyul hozzád, és hogyan reagálj erre a helyzetre, azt megnézzük itt jobb oldalon. Tehát bővebbet, hogy ki ez a nő, mit akar, mi a szándéka, hogyan befolyásolja őt. Itt megjelenik újra a kígyó. Ez megerősíti azt, hogy tényleg itt egy nőről van szó. De mivel a kígyó kétszer jelenik meg itt középen és itt a kivetésnél is, ez lehet két különböző hölgy. Például a kolléganője és az anyukája, mint példa. Ez a nő kezében tartja a kulcsot, tehát magabiztos. Tudja, hogy mit akar, döntéseket hoz, és használja ezt a kulcsot. Diplomatikus, hol zárkózott, titokzatos, hol nyitott egy beszélgetésre. Amit el akar érni ez a nő ezzel a kulccsal, hogy zárjon le valamit, például a ti kapcsolatotokat, és hogy legyen nyitott vele kapcsolatban maradni. És itt az utak jelentik a hölgy elvárását. Azt akarja, hogy ez a férfi útban legyen hozzá, legyen egy találkozás például, vagy az utak azt is jelenthetik, hogy elvárja azt, hogy ez a férfi döntéseket hozzon, vagy veled, vagy nélküled. És ez a férfi megjelenik itt a nő környezetében. Tehát a nő figyeli ezt a férfit, vannak elvárásai, találkozni akar vele, elvárja azt is, hogy ez a férfi veled kapcsolatban döntéseket hozzon. És mi fog történni? Hogy reagál ez a férfi? Van itt veszély? Igen vagy sem? És hogy kezeld a dolgokat? Ezt megnézzük itt jobb oldalon. A férfi el fog fordulni a nőtől. Itt a torony összeomlik. Nem köztetek, hanem kettőjük között. Hiszen a férfi lezárja a nővel a kapcsolatot. Nem fog rá hallgatni. Nem engedi meg, hogy ez a nő befolyásolja őt. Szerintem elege van belőle. Ami számodra kellemes,
és várj, amíg ő jelentkezik, nem kell sietetni a dolgokat, hiszen ő magától jön, jelentkezni fog, kapsz egy hírt. És itt a lilium virág jelenti a férfi tiszta gondolatait, érzelmeit veled kapcsolatban. A Lenormand kártyánál a lilium virág jelenti a testi kapcsolatot is, tehát lesz közeledés, meg akar érinteni téged, és itt a csillagok szerencsét hoznak. Lesz egy szerencsés fordulat. A csillagok azt is jelentik, hogy úgyis minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Lehet, hogy most ez egy kihívás, vagy egy lecke részéről, hogy ő tanuljon most valamit, hogy átlásson a dolgokon, hogy tudja azt, hogy ez a nő mit akar tőle tulajdonképpen, de szerencséd lesz, mert itt mellette az utak azt jelentik, hogy téged választ. Ezzel a kulccsal lezárja a kapcsolatot ezzel a nővel. Ez nem biztos, hogy szerelmi kapcsolat, mint említettem, ez lehet például az anyukája is, de visszahúzódik, itt összeomlik minden, majd és veled keresi a kapcsolatot. Itt látható a bizalom, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben meg van írva, és itt van a tisztaság, tisztázódik kettőtök között valami. És ez volt a jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!